Sziasztok, agroinformosok! Ma egy különleges helyen vagyunk itt Kecskeméten, egy különleges emberrel, Beh Marian áll most itt mellettem. Szervusz, Marian! Szia, Janka! Üdv itt nálunk újra! Köszönöm! Mariannal egyébként még együtt jártunk a Villányi útra, a Kertészeti Egyetemre, egyébben is végeztünk egyébként kertészmérnökként mind a ketten, csak én disznémén kertész vagyok, Marian pedig szőlész. Igen, de egy csoportba is jártunk. Ja igen, egy csoportba jártunk, igen. Egyszerre voltunk még gólyatáborban is. Igen. Igen. Ja, hát jó évek voltak. Bizony, nagyon, nagyon, én nagyon szerettem. A bazsalikomos kert és pékségben vagyunk most, de hát ezt még folytathatnánk az éseket, hogy találkozó hely és egy paradicsom körülbelül, mert ez egy csodálatos hely, és látom, hogy nagyon sokan jönnek ide találkozni, olvasgatni, vásárolgatni, beszélgetni. Úgyhogy azt hiszem, hogy körülbelül ez az, ami a célod volt, de mesélj nekünk arra, hogy honnan jött ennek a helynek az ötlete. Hát 2019-ben találtunk rá erre az épületre, ez egy eredetvédett ház egyébként. Nagyon megtetszett nekünk már akkor is, pedig azért nem ezt az arcát mutatta. Kutatómunkába fogtunk, és a levéltárban rátaláltunk az eredeti rajzaira, hogy milyen is volt még a pompájában. 21-ben kezdtünk bele a felújításba, és hát mindennel igazából úgy tavalyi év végére végeztünk, ez az évesz pedig már az üzemnek a kialakításáról, illetve a belső tereknek a kialakításáról szólt, ami én nagyon élveztem, megmondom őszintén. Előtte nekem olyan nagyon sok beleszólásom nem volt, egy ceglédi építésszel, a Törös Csabával dolgoztunk együtt az épületen. Ugye, hogy itt látod a mögöttünk lövő részen, ez egy teljesen új épületszár, mert itt egy nagyon régi rozoga épület volt, úgyhogy ezt le kellett bontanunk. Igen, szóval a Törös Csaba nagyon jól összehozta szerintem, hogy így a modern vonalat ezzel a klasszikus 200 éves épülettel. Bent egyébként meghagytuk az eredeti gerendázatot, a tetőt azt kicseréltük, de a gerenda az az eredeti, ezek félbevágott farönkök, és olyan jó állapotban voltak, hogy azt mondták, hogy ez még bőven kibír itt 150 évet, úgyhogy látszik is, aki bent vásárol nálunk, hogyha felnéz, akkor látja is ezeket az eredeti gerendákat. Egyébként meg a házban nagyon a minimális változtatásokra volt a célunk, és mind színvilágban, mind pedig berendezésbe törekedtünk arra, hogy egy ilyen letisztult helyet hozzunk létre, ahol azért jó érzés ott lenni, és nem feszeng az se, aki mondjuk egy sport után ér ide, de akár egy öltönyös tárgyalást is le lehet itt vezetni. Sokan jönnek randizni, voltak már nyugdíjasaink, akik az első randiukat töltötték itt, és annak nagyon örültünk, illetve délelőttönként nagyon sok kisgyerekes anyuka látogat el hozzánk, főleg azért egyébként, mert hogy itt van a kert, és amíg az anyukák nyugodtan beszélgetnek, meg kávéznak, addig nagyon élvezik, hogy a gyerekek elbukfenceznek és eljátszadoznak a fűben. Hát igen, hiszen ebben a kertben ugye semmilyen veszélyes nincs, sőt a nagy része elhető vagy gyógynövény, ha jól tudom. Így van, arra törekedtünk, hogy a gyepen kívül egyébként minél több olyan növény legyen, ami nem csak díszít, hanem fel is használható valamelyik része. Én, aki a gyógynövények, fűszernövények nagy szerelmese vagyok, akár még az olajfánk is, ami egy körülbelül 30 éves kis európai olajfa, annak is egyébként a levelei leszáríthatóak és nagyon jó tea alapanyag. Ez a felhasználási módja is ismert egyébként a mediterrán országokban az olajfának. Te korábban is ezeket a gyógynövényeket, fűszernövényeket használtad a termékeid során, amiket ugye itt is meg lehet nálatok vásárolni, és most ide a pékségbe is beépítetted ezeket? Hát igen, ez volt nekem a nagy álmom. Egyrészt az, hogy itt van 50 méterre tőlünk a kecskeméti piac, ahol fantasztikus termelői alapanyagokat tudunk beszerezni, egyébként van is több termelő, akikkel együtt dolgozunk a piacról, illetve maga a kert is olyan, amit nekem ez volt a nagy álmom, hogy kijön ide hát nálunk séfek nincsenek, de van végülis egy kreatív séfünk, egy lánya, Viki, és ki tud ide jönni egy kosárkával és egy metszőollóval, és a pestohoz itt vágja a bazsalikomot, a focaccián lévő paradicsom szószhoz így gyűjti be az oregánót, a kakukkfüvet, a salátához tud szedni gyógynövényeket, fűszernövényeket.
szoktunk készíteni friss teákat a vendégeknek, és azt is a citromfüvet, mentát, akkor itt szedjük frissen, úgyhogy ez a kertből az asztalra, ez most itt totál meg tud valósulni szerencsére. És közben még nemrég megjelent már a második mesekönyved is, az egyébként a korábbi könyveid mellett, hogy van erre időd? Hát most már nem annyira, de ez nekem inkább mindig is egy kikapcsolódás volt, és most is egy ilyen olyan önkifejezési forma, amiben sokkal inkább töltődök, és nem egy fáradtság nekem, hanem inkább egy hobbi. Úgyhogy ezért tudnak megszületni ezek a könyvek igazából. Mikor nyílt meg a hely? 2 hónapja, június 3-án nyitottunk, azt mondom, hogy egy jó szám, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére szeretik a vendégeink. Arra törekedtünk már az elejétől kezdve, hogy sok törzs vendégünk legyen, akik tényleg a mindennapi kenyérért a jó minőségű alapanyagokból adalékanyagmentes péksüteményekért ide járnak be, de azt látjuk, hogy nagyon sokan nem csak azért jönnek, hanem tényleg leülnek, elfogyasztják a kávéjukat, a péksüteményüket, és utána még itt maradnak egy kicsit töltekezni, mert tényleg olyan jók itt az energiák, mi is szerintem ebbe szerettünk bele elsősorban. Igen. Az illatok, a hangulat, a hangok, egy csodálatos helyet hoztatok létre, és látszik, köszönöm, hogy milyen népszerű, mert látom, hogy sokan érkeznek ide biciklivel, gyalog, karonfogva egymást, úgyhogy fantasztikus hangulat, és bár nem is vártam tőled mást. Köszi. Gratulálok még egyszer, és további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, várunk titeket, köszönjük, még sokkal. Köszi. Szia, Maria. Szia. Sziasztok. Sziasztok.